A jó hír a téli sportok szerelmeseinek, ugyanis tegnap megnyitott a kapuit a Városligeti Műjégpálya, a szervezők pedig idén is számos újdonsággal várják a korcsolyázókat. Ott van a helyszínen Somogyi Bettina kolléganőnk. Szia Betti, sokan koriznak-e már? Szia Zsuzsi, köszöntöm a kedves nézőket! Hát egy kicsit hideg van, megmondom őszintén, és fúj a szél, de már elég sokan koriznak, ez mögöttem is jól látszik. Itt van velem Papp Gábor rendezvényszervező, jó reggelt kívánok! Idén milyen újdonságokkal készültek a látogatóknak itt a Városligeti Műjégpályán? Megújult több területünk, a padló és a padok az épületünkben. Kaptunk egy új csodálatos kivetítőt, amin jól tudunk majd kommunikálni a vendégeinkkel, illetve sportrendezvényekre is remekül használható majd. Bővült a fókánk csapata, amely az oktatást kiegészítő segítőeszköz, illetve most már 1600 pár korcsolyára bővült a készletünk, úgyhogy mindenkit szeretettel látunk. És milyen szezonra számítanak? Milyen lesz az idei? Sok függ az időjárástól, de ha az elmúlt éveket vesszük alapul, akkor remélhetőleg idén még többen vendégre számíthatunk a téli szünetben is és a hétvégéken is. Nagyon szépen köszönöm Papp Gábornak. Köszönöm szépen Papp Gábornak, én pedig most óvatosan átjövök ide Hoffmann Nóra olimpikai jégtáncoshoz. Nóri, neked ugye, akinek az élete a korcsolyázás, milyen emlékek kötődnek a Városligeti Műjégpályához? Úgy tudom, hogy legelőször a Városligeti Műjégpályán álltam jégen, bár erre nem emlékszem, mert nagyon pici voltam, de itt szerettem bele a korcsolyázásban, és azóta rengeteg fellépésünk volt, itt edzésünk abban az időszakban, amikor leégett a budapesti jégpálya, úgyhogy itt a hátad mögött látható sarokban edzettünk nagyon sokat, illetve gyönyörűen felléptünk egy világbajnokságon, amit itt rendeztek, amit sose fogok elfelejteni, mert itt a gyönyörű környezetbe tudtunk palotást táncolni a jégen. Ha jól tudom, te gyerekeket is tanítasz. Hány éves kortól érdemes elkezdeni korcsolyázni? Illetve aki komolyabban gondolja, annak főleg hány éves korban kell elkezdenie? 3-4 éves korban már rá lehet jönni nyugodtan a jégre, és már tartunk oktatást is, hogy megszeressék a gyerekek, és hogy helyes alapokat kapjanak, úgyhogy 3-4 éves kortól már várjuk őket szeretettel, de egészen 10 éves korig bármikor tulajdonképpen tudnak jönni és elkezdeni tanulni, ez már csak a kitartásukon, a szorgalmukon, meg természetesen az adottságaikon múlik. Fogékonyak erre a sportra a gyerekek? Hogy látod? Igen, szerintem mindenki nagyon élvezik. Kihívás, és főleg a mai világban, ami így felgyorsult a gyerekeknél, jól leköti őket, mert hát azért csak egy bizonytalan talaj. Meg kell tudni rajta állni, oda kell figyelni, mi történik körülötte, úgyhogy én azt látom, hogy minden gyerek, aki jön, nagyon élvezi. Megpróbálsz nekem most tanítani valamit? Megmondom, hogy én haladni tudok, de azért se a megállás nem megy annyira jól, úgyhogy kérlek, mutassál nekem valami jó kis praktikát. Próbáljunk meg akkor haladskázni előre, azért, hogy utána a lökések még jobban menjenek és gyorsulni tudja. Jó, akkor le kell először mennünk térre. Mindennek az az elő, hogy lemegyünk térbe, és a legfontosabb az az, hogy igazából a bokától hajlítjuk a lábunkat, és nem rodgyasztunk, mint mondjuk egy néptáncba, hanem igazából belenyomod a teljes súlyodat, és így kinyitjuk a sarkunkat, összeszorítva kinyitjuk a lábfénket, és egy halacskát előre rajzolunk, megpróbálunk. Azaz, és most ugyanezt hátra próbáljuk meg. Na, azt nem ígérem, hogy menni fog. Először lemegyünk térdbe, zárt lábbal, megvárom, azaz. Igen. Most a lábfejünket kell összeérinteni, úgy elől a lábujjunkat, és úgy rajzolunk hátra egy kört. Az nagyon jó. Egy csak sikerült. És akkor megmutatod nekem, kérlek, hogy kell szakszerűen megállni? A fékezésnek több variációja van, legelőször úgy szoktuk próbálni, amikor még arról van szó, hogy gyorsan és biztonságosan megállni, hogy egy T betűvel bezárjuk hátra a lábunkat, és akkor a felsővel csúszunk előre, és a hátsót meg bezárod magadnak. Így tudsz biztos, hogy megállni stabilan, de egyébként előre befordítva szoktuk így kicsit csámpázva előre mozgatni a lábunkat, és ez lesz az a megállás, ami már biztos, hogy stabilan fog működni. Próbáld meg egy lábbal. Mennyire nehéz ezt megtanulni? Megpróbálom akkor egy lábbal. Egy lábbal megfoglak közben, jó? Csak így próbáljuk meg. Igen. Úgy, előre befelé döntöd a lábadat, a bokádat. És a jobb lábamon van a testsúlyom? Amelyik lába kényelmesebb, amelyiken stabilabban tudsz állni, a másik tagfékeze. Azaz. És ezt kell megcsinálni, úgyhogy előre felé. Tehát tulajdonképpen mondom, hogy ezt a T betűt fordítva használva. Most megpróbáljuk ezt egy kicsit haladva is. Egy picit próbáljuk meg. Induljunk el arra, igen. Jó, gyere! És megpróbáld előre tolni, előre, azaz, ment ez. Csak sikerült. Köszönöm szépen Hoffmann Nórának. Megnyílt tehát a Városligeti Műjégpálya. Én bízom benne, hogy sikerült egy kicsit kedvet csinálni. A hét minden napján lehet jönni korcsolyázni. Mi pedig akkor, ha már itt vagyunk, akkor felavatjuk és megyünk néhány kört.